Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Közelednek egymáshoz az egykori jobbikos képviselők és a Mi Hazánk mozgalom. Mai sajtótájékoztatóján Volner János bejelentette, hogy a jobbikot elhagyó képviselők tárgyalnak a Mi Hazánk mozgalommal, és egy olyan párt létrehozásán dolgoznak, amely jobboldali, és benne van a váltópárti lehetőség. Mai első vendégem a stúdióban Dúró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát minden jel arra mutal, képviselő asszony, hogy újra egyesülnek a radikálisok a Mi Hazánk mozgalom. Azt hiszem erre utal, vagy erre egyértelmű jel az ön által nyilvánosságra hozott fotó is, ami ugye a tárgyalásokon készült, megerősíti a hírt? Valóban van egy értékrendi közösség, a Jobbikból legutóbb távozott három országgyűlési képviselő és a Mi Hazánk mozgalom vezetősége, illetve tagsága között. Ők is elmondták a mai napon, hogy az eredeti Jobbikot, az igazi Jobbikot keresik, amely letért arról a nemzeti jobboldali útról, amelyen elindult annó az alapításakor, és áttolódott teljesen a baloldali térfélre. Mi magunk nem változtattuk meg az értékrendünket, ahogy ez a három képviselő sem. Tehát ez az a közösség, amely bizakodásra ad okot, hogy tudjuk a későbbiekben együtt folytatni. Most tulajdonképpen azt erősítette meg, hogy ezek szerint önök az igazi Jobbik? Azokat az értékeket deklaráltan, amelyet a Jobbik eredetileg magáénak vallott, mi szeretnénk továbbvinni, a Jobbik pedig bebizonyította, hogy nem szeretné, sőt több esetben konkrétan megtagadta azokat az értékeket, amelyek egy nemzeti ellenzéki párt a sajátjai voltak. Például az a konstruktivitás, ami jellemezte a Jobbikot még akár 2014-ben, amikor a legnagyobb támogatást tudta szerezni a választásokon, amely arról szólt, hogy azokat a döntéseket, azokat az indítványait a kormánynak, amelyek a nemzet érdekét szolgálják, azokat megszavazza, amelyek pedig nem, azokat elutasítja, és egy alternatívát kíván vele szemben felállítani. Ezt gyakorlatilag már a Jobbik sem vallja magáénak, hanem a baloldali párt árul egyékenyen, és a baloldali szavazókon igyekszik marakodni. Ugye kérdés, hogy mekkora ereje van egy olyan pártnak, vagy akár mozgalomnak benne az országgyűlésben, amelynek nincs frakciója. Ugye az említett három korábbi jobbikos képviselővel együtt, a Mi Hazánk mozgalomnak, és hát önnel együtt természetesen négy képviselője lenne. Kezdeményezik-e a házszabálymódosítását a házelnökről? Egyáltalán a jövőbeni frakcióalakítással kapcsolatban kezdeményeznek-e párbeszédet Kövér Lászlóval? Nem tervezzük, hiszen a házszabály módosítására lenne szükség ahhoz, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak frakciója legyen. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez lenne a sikernek az áloga. Nyilván nagyon sok plusz felszólalási lehetőséget és pénzügyi lehetőséget is jelentene egy frakció, tehát logikus lenne és nagy segítség lenne nekünk természetesen, hogyha ilyen alakulhatna. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom sikeressége nem ezen fog múlni. Az elmúlt 8 évben is az ellenzéknek volt lehetősége bármilyen felszólalásokat tenni az országgyűlésben, mégis kétharmados fideszes győzelmet eredményezett mindez, mert a választóktól elfordultak. Mi szeretnénk azt a szellemiséget továbbvinni a közéletben, amit egykor a Jobbik is magáénak vallott, ez pedig a mozgalmi jelleg és a lelkesedés, amely a Mi Hazánk mozgalomnak sokkal inkább fogja a sikerét jelenteni. Azonnal belemegyünk itt a stratégiai kérdésekben, és bár ezeket még egyelőre a képviselők szerint is homály fedi, de még egy gondolata a frakcióalakítással kapcsolatban. Hogyha nem kezdeményeznek házszabálymódosítást, akkor esetleg van egy tipjük, hogy ki lehet az ötödik tag majd, esetleg a majdani frakcióban, ugye a jelenlegi szabályok szerint öt képviselő, minimum öt képviselő szükséges a frakció alapításhoz, vagy alakításhoz. Van-e tudomása, vagy tudomásuk arról, hogy lenne még csatlakozó, esetleg önöknek van-e már kiszemeltjük? Volner János kizárásakor is voltak még a frakcióban, akik nem támogatták az ő kizárását sem, illetve az én kizárásomat sem, és még ott maradtak a Jobbikban, tehát elképzelhető, hogy lesz még kilépő a Jobbik frakciójából. Ugyanakkor, ha ő csatlakozik a házszabály értelmében, akkor sem fog tudni a Mi Hazánk mozgalom képviselőcsoportot alakítani, tehát frakciót alakítani. De még egyszer mondom, mi a tagságunkban bízunk, amely már gyakorlatilag kétszereses, sőt majdnem a háromszorosa például az LMP tagságának, amely egy parlamenti párt, és most megugrotta a választásokon a küszöböt, tehát mindenképpen a mozgalmi jelleg az, ami erőnket fogja adni a következő időszakban is. Melyek azok a stratégiai kérdések, amelyekben Volner János, illetve további képviselők bevallása szerint sem sikerült egyelőre dűlőre jutni? Az értékrendünk az közös, ahogyan említettem is, ugyanakkor az, hogy hogyan szeretnénk és milyen célokat szeretnénk akár ebben az országgyűlési ciklusban kitűzni, azokat kell még egymás között is természetesen egyeztetnünk. A Mi Hazánk mozgalomnak jelen pillanatban az a jelszava, hogy váltsunk kormányt, váltsunk ellenzéket, amivel arra szeretnénk felhívni a figyelmet elsősorban, hogy jelenleg az, annak is köszönheti a Fidesz a kétharmados győzelmét, hogy az ellenzék gyakorlatilag semmiféle erőt nem képvisel. Mi egy hiteles
politizálással, jobboldali nemzeti elkötelezettségű pártként, a Mi Hazánk mozgalomban először azt szeretnénk zászlónkra tűzni és célul kitűzni, hogy erős ellenzéki pártként legyünk a közéletben jelen, amely ugyanakkor konstruktív a kormányzattal szemben is, tehát nem szeretnénk zsigerből vagy ész nélkül ellenezni olyan kezdeményezéseket, akár a Fidesz részéről, amelyek valóban a nemzet érdekét szolgálják. Képviselőasszony Volnár János az elmúlt napokban, aztán konkrétan tegnap egy részletes interjút adott, illetve tegnap jelent meg a vele készült részletes interjú a Magyar Időkben, amelyben tulajdonképpen tényként beszélt egykori pártjuk tiltott pártfinanszírozásáról. Na most az állami számvevőszék erre reagált, és a friss reakciójuk szerint Volnár János tulajdonképpen elismerte azt. Ön mit tudott erről? A tisztulítást megelőzően semmilyen tudomásom nem volt a Jobbik pénzügyeiről. Egyébként például ez is volt az oka annak, hogy 2016-ban én magam is lemondtam a frakcióvezető helyettesi tisztségemről a Jobbikban, mert nagyon sok olyan információ volt, ami ezek egész egyszerűen nem fértem hozzá. De hol rekedtek meg? Megerősíti azt, hogy Vona Gábor, illetve Szabó Gábor pártigazgató szintjén gyakorlatilag befagytak az információ? Gyakorlatilag minden döntést az elmúlt két évben ők ketten hoztak meg, igen. Tehát szóbeszéd szintjén sem hallott semmiről, hiszen ezeket már Volnár János is elismerte, hogy legalább szóbeszéd szintjén tudott erről. Én szóbeszéd szintjén sem, a tisztulítást követő, tehát a májusi tisztulítást követően szereztem tudomást mindenféle zacskós pénzekről és egyebekről, amik itt a párt környékén felmerültek, ami elég döbbenetes számomra, sőt az még inkább, hogy azokat az adományokat is, amelyeket az emberektől kértek az ászbírságnak a kifizetésére, azt is elköltötték gyakorlatilag kampányra. Ez azért erkölcsileg is rendkívül mértékben kifogásolható. Na most, hogy itt a kedves nézők is, akik esetleg erről az interjúról lemaradtak, pontosan tudják, hogy miről van szó. Ugye Volnár János ebben a bizonyos interjúban az ÁSZ által tavaly ősszel feltárt összesen 331 milliós tiltott pártfinanszírozásról mondta a következőket: amikor kiderült a tiltott pártfinanszírozásból fakadó bírság, ő 6 millió forintot tett a saját pénzéből a pártba, mivel személyes ügynek tekintette, hogy a párt helytálljon. És ő is valóban utalt arra az interjúban, amiről most képviselőasszony is beszélt, hogy annak a 100 milliónak is egyelőre bottal ütik a nyomát, amit ugye összegyűjtöttek az összesen 662 millió forintos bírság törlesztésére. A mai napig erről milyen információja van? Nem tudom, hogy mennyire próbált meg ennek utána járni, hogy Volnár Jánostól milyen információkat szerzett, ő állítólag megpróbálta. Ugyanazok az információim, amik a sajtóban is megjelentek, és úgy gondolom, hogy innentől kezdve nyomozóhatóságnak a feladata, hogy kiderítse azt, hogy honnan, kitől, milyen mennyiségű pénz került kihez tiltott módon, és azok, akik ebben felelősek, illetve részt vettek, azoknak a felelősségre vonása megtörténjen. Ez most már nem a Mi Hazánk mozgalomnak a feladat, és nem is a mi feladatunk, akik most már ezt az új pártot építjük, hanem a nyomozóhatóságnak. Igen, itt úgy gondolom, itt tennivalója. Van még valami, amit tisztázunk, mert érdekel ebben a kérdésben is az ön álláspontja, hogyha már itt a nyomozóhatóság tennivalója is felmerült. Ugye Volnár János korábban több alkalommal is támadta az eljárása miatt az állami számvevőszéket. A mostani kijelentései tükrében, ami ezek szerint új információkat tartalmazott az ön számára is, ön szerint megalapozott volt a korábban feltárt törvénysértés? Tehát az történt? Ezt ugyanúgy nem tudom kijelenteni, hogy akkor, mivel nem voltam információknak a birtokában, most sem tudok teljesen egyértelmű bizonyítékokat erre. Tehát, hogyha a nyomozóhatóság elvégzi a feladatát és megállapítja azt, hogy itt valóban törvénysértés történt, akkor természetesen az átbírság is megalapozott lehetett. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom ügyeivel szeretnénk most már foglalkozni, és annak az építésében veszünk részt. Nekünk nincsen, és is lesz oligarchánk, azt ki tudom. Most csak ugye újraépítkezni, vagy újjáépíteni, úgy lehet, hogy azért az előzőnek a romjait eltakarítjuk. Tehát akik olyan pozícióban voltak a korábban, ugye a Jobbikban, mint például ön frakcióvezető helyettesként, szóval az egyszerű ember, a néző nehezen hiszi el, hogy valóban nem tudott semmiről, hogy a szem előtt valóban ennyire eltakarva maradtak ezek az információk, egyrészt, amit ugye az ászfiskálat feltárt, másrészt pedig, amiről például Kisberg Szabolcs, az N1 TV korábbi főszerkesztője beszélt, ez a bizonyos zacskóban osztogatott pénzek, illetve a különböző titkos, nem titkos, zűrös, minden esetre zűrös pénzosztások. Én már 2016-ban lemondtam a frakcióvezető helyettesi tisztségemről, és ezek a pénzek mindenkinek az elmondása szerint 2017-től jelentek meg, illetve a kampányban váltak olyan nagy mennyiségűvé, hogy az mondjuk a döntéshozók számára látható lehetett volna, de azt meg tudom erősíteni, amit Volnár János mondott, hogy Szabó Gábor és Vona Gábor voltak azok, akik ráláttak a pártnak a működésére, tehát én láttam azt belülről, és el is hiszem, hogy sem
Toroczkai László sem Bolnár János akkor nem látott rá erre. Lehet, hogy ennyire konkrétan nem látott rá, semmi okunk nincs arra, hogy ne higgyünk Bolnár Jánosnak. Arról viszont beszélt, ő maga ismerte el, hogy szóbeszéd útján hallott erről, és azt is elismert, hogy próbált lépéseket tenni, de az ön által is említett szinten megrekedtek. Azt viszont nem tart egy kicsit visszásnak, hogy Bolnár Jánosnak korábban valóban legalább bizonyos szinten volt tudomás ezekről az ügyekről, tulajdonképpen most borít mindent, és ugye még további borogatást is ígért, miután már kenyértörésre került sor a Jobbikkal. Az, hogy kinek mikor telik be a pohár, én úgy gondolom, hogy nem az elsődleges kérdés. Az az elsődleges kérdés, hogy meg tudja hozni az ember ezt a döntést, hogy ő az értékrendjét választja, és egyébként mind a négyünkről elmondható, akik a Jobbik frakciójából kiléptünk, hogy nekünk személyesen ez anyagilag visszaesést jelent, hiszen mindannyian töltöttünk be olyan tisztséget, amely plusz fizetéssel járt, ettől most elestünk. Tehát mind a négyen, akik kiléptünk, és az értékrendünk mellett állunk ki, ezt az áldozatot meghoztuk azért, hogy létre tudjunk hozni egy olyan új pártot, egy olyan új mozgalmat, amely valóban hiteles tud maradni, és azt a nemzeti jobboldali értékrendet, amelyet annó a Jobbik is magáénak vallott, azt képviseljük tovább. Hogy Bolnár Jánosnál mikor telt be a pohár, illetve akár Toroczkai Lászlónál mikor telt be a pohár, ez másodlagos kérdés ahhoz képest, mint hogy az értékrendi közösség az megvan, és mindannyian ugyanazt az utat szeretnénk járni, hogy ez alapján, az értékrend alapján vegyünk részt a közéletben. Toródóra, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a lehetőséget.